November 20-áig lehet szavazni az idei Önként jöttem díj jelöltjeire. A négy szervezet krízishelyzetben lévő családok, beteg gyermekek, fogyatékos gyermeket nevelő családok és intézmények mindennapjait segíti évek óta. Mindenről Nagyvarga Zsófiával, a Kulturális és Innovációs Minisztérium fiatalokért felelős helyettes államtitkárával beszélgettünk. Az Önként jöttem díjat 2016-ban azért hozta létre a Családbarát Magyarország Központ, hogy egyrészt felhívja a figyelmet az önkénteskedésnek a fontosságára, és ezt pedig úgy lehet a legjobban megtenni, hogyha olyan szervezeteket mutatunk be, akik ezt a tevékenységet már hosszabb ideje és sikeresen, lelkiismeretesen folytatják. Illetve a másik nagyon fontos cél az, hogy az ő munkájukat ne csak láthatóvá tegyük, hanem el is ismerjük, és egy szép díját adó gála keretében megköszönjük ezt a tevékenységet. Mit lehet tudni az idei jelentkezőkről? Milyen létszámban voltak most jelen is? Mi mindent képviseltek? Az idei évben sokkal többen jelentkeztek, mint az ezt megelőző években. Ebből is azt látni, hogy valahogy talán aktívabbak lettek az emberek. Nyilván ennek van egy olyan sajnálatos oldala is, hogy az elmúlt években azért több olyan negatív esemény is történt, gondolok itt a COVID világjárványra, illetve a jelenleg is sajnálatos módon a szomszédunkban dúló háborúra. Ez ilyenkor egy kicsit talán jobban felrázza az embereket, tehát az önkénteskedési kedv nő folyamatosan Magyarországon, illetve hát van ennek egy örömteljes oldala is, nem csak a negatív eseményeknél fognak össze az emberek, hanem öröm teljes eseményeknél is. Így volt ez legutóbb az atlétikai világbajnokság esetén, ahol több ezer önkéntes segítette a teljes rendezvénynek a lebonyolítását, illetve nem olyan régen rendezte meg Magyarország az eukarisztikus világkongresszust, ahol szintén több száz önkéntes segítette azt, hogy minden zöggenőmentesen menjen. Úgyhogy nagyon-nagyon széles a spektrum a magának az önkéntes tevékenységnek Magyarországon, és ezt láttuk egyébként a beérkező jelölésekből is. Már ugye az első körön túl vagyunk, most leszűkült a jelölteknek a köre négyre, ezt egy bizottság döntött el, hogy melyik az a négy szervezet, akire aztán a közönség az utolsó hajrában szavazhat. És azt látjuk egyébként, hogy a szavazatok száma is nőtt az elmúlt évekhez képest, eddig több mint 5000-en szavaztak, és négy kiváló szervezetet lehet itt támogatni. Mit lehet tudni ezekről a szervezetekről, milyen területeken tevékenykednek? Balatonszemesi Adománybank az első olyan szervezet, akire lehet szavazni. Ők a járvány második hulláma idején indították el karitatív közösség létrehozásával egy úgynevezett adománybankot, de gyakorlatilag egy kereslet-kínálat platformot hoztak létre, akinek szüksége van segítségére, az jelezheti nekik, és ők pedig ezt a segítséget aztán közvetítik az önkéntesek felé, akik aztán teljesítik, kielégítik ezeket a kéréseket. Nagyon sok mindenre lehet itt gondolni, például ruhagyűjtésre, tűzifagyűjtésre, volt, aki süteményt ajánlott fel, bevásárlást, tehát különböző tevékenységeket és tárgyakat is közvetítenek ők, és arról pedig, hogy jó helyre került az adomány, az dokumentálják is, úgyhogy bárki, aki felmegy az ő Facebook oldalukra, látják ezt az értékes tevékenységet. A második ilyen szervezet a Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány. Egy olyan édesapa hozta létre ezt a szervezetet, akinek halmozottan sérült kisfia van, tehát ő maga is megtapasztalta azt a nehézséget, amit egy ilyen élethelyzet tud okozni, és ő pedig olyan hasonló élethelyzetben lévő családokat és gyermekeket segít. Kezdetben egyébként programokkal, rendezvényekkel, hogy a szülőknek is nyújtson kikapcsolódást, találkozzanak a sorstársaikkal, viszont mára már létre tudott hozni egy olyan napközit, ahol 8 súlyosan halmozott sérült gyermeknek tudnak nappali ellátást biztosítani, úgyhogy gyakorlatilag szintet lépett az ő önkéntes tevékenysége. A harmadik szervezet, akire lehet szavazni, az a Jársági Fiatalok Önkéntes Csapat Egyesülete. Ők már régebb óta működő egyesület, 2008-ban indították el a szintén adománygyűjtést. Kezdetben a Tűzoltó utcai gyermekklinika betegeinek gyűjtöttek a karácsony időszakban játékokat, ruhákat, tisztasági csomagokat, könyveket, majd aztán az ő tevékenységük is kiterjedt. Éppen egyébként most egy gyógypedagógiai iskola számára gyűjtenek adományokat, például tanszereket. Egyébként fókuszban náluk is a hátrányos helyzetű vagy betegséggel küzdő elsősorban gyermekek állnak. És a negyedik szervezet szintén adománygyűjtéssel foglalkozik, a Tündérpark Alapítvány, ezt is három édesanyja hozta létre. Ők is kifejezetten a krízis helyzetbe került rossz anyagi körülmények között élő családoknak segítenek ruhákkal, játékokkal, élelmiszerrel, kinek mire van szüksége. Adományokat gyűjtenek, és ők is hasonlóan a már említett szervezetekhez ezeket az adományokat közvetítik a rászorulók felé. Hogyan, milyen formában, illetve meddig lehet szavazni? November 20-a éjfélig adhatja le mindenki a szavazatát az említett szervezetek egyikére, a család.hu per önként jöttem oldalon, és az önkéntesség világnapján december 5-én fogja majd megkapni a győztes szervezet a kitüntetést. Nagyvarga Zsófia fiatalokért felelős helyettes államtitkárt hallották.